Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része most már a magyar filmes kultúrának, hogy van egy megszállott, úgy hívják, hogy Béla Bunyik, vagy Bunyik Béla, ott éppen rakosgatja a dolgokat, és hogy neki ez fontos. Na most én azt gondolom, hogy most már ez a fesztivál ezen túlnőtt, vagy legalábbis nagyon hiszek benne, hogy túlnőtt, hogy neki legyen fontos. Most már azt gondolom, hogy itt ebben az országban, ennek az országnak ezen a részén, tehát mindenki Hollywoodban, ugye, ezt mondhatjuk, tehát Los Angelesben, ez talán kezd fontossá válni. A másik dolog az, hogy mivel nekünk szerencsénk az a megtiszteltetés adatot, hogy ilyen szépen és patetikusan mondjam, hogy mi a nevezünk erre a külföldi Oscarra, tehát ez egy nagyon fontos állomás, tehát a Béla Fesztivál, hogy egyszerűen alkalmat ad például vetítésekre, vetítéssorozatokra, hogy minél többen nézzék ezt a filmet. Tehát ezek mind olyan dolgok, amitől én azt gondolom, hogy ez egy lényeges része a magyar kultúrának, a magyar filmes kultúrának. Nem csak az a fontos, hogy magyar filmek Amerikába jussanak el. Az a fontos, hogy a filmjeink, a könyveink, a zenéink, azok országot cseréljenek, és egy másik országban is valahogy tudjanak arról, hogy mi mit gondolunk, ahogy engem is nagyon érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk Örményországban, ugye? Tehát, hogy ez a csere, ez nagyon-nagyon lényeges, hát természetesen ez egy nagyobb tétű dolog, hiszen ez a film azért vár egy amerikai forgalmazóra, és ez irányba is hihetetlen pozitív tárgyalások vannak, amiről egy szót sem mondok természetesen kabalában. Most Amerikában beszélgetünk egy olyan országról, ahol mindig nagyon fontos, hogy mi magyarok is ott legyünk itt meg ott. Hát hiszen ott van a Tellerede, ugye, meg a Neumann, tehát nagyon nagy magyarvaink vannak, akik gyakorlatilag a világ örökség részei, már hogy így mondjam. De a világörökség az nagyon lényeges. Tehát nem csak mindig az a fontos, hogy ki magyar és ki amerikai, és ki zsidó és ki cigány és ki kínai, hanem az, hogy a világörökség a lényeg. Tehát, hogy milyenek a filmek, hogy milyen a tudomány, ugye? És mi nagyon büszkék kell, hogy legyünk azokra a magyarjainkra, akik csak úgy tudtak érvényesülni, hogy elhagyták egyébként az országot.